Éppen 10 esztendeje hunyt el Makovecz Imre, az egyik legnagyobb magyar építész, aki munkássága során közel 500 épületet tervezett, melyeknek hozzávetőlegesen a fele készült el az évek folyamán. Szeptember 27-én a Rákoskerti Művelődési Házban az ő tiszteletére szervezett megemlékezést a Rákoskerti Templom Alapítvány. Az eseményen részt vett Makovecz Imre özvegye, Szabó Marian iparművész is. Közös áhítattal vette kezdetét a Makovecz Imre halálának 10. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés. A Rákoskerti Templom Alapítvány és a Kerületrészi Művelődési Ház közös szervezésében megvalósuló eseményen Janik Némegyeri Rita, az alapítvány elnöke hangsúlyozta, fontos, hogy ne merüljön feledésbe a világhírű organikus építész munkássága. 10 éve ezelőtt halt meg Makovecz Imre, az organikus építészet atya. Minden évben megemlékezünk halálának évfordulójáról, a tavalyi év kivételével a Covid miatt. Úgy gondoljuk, hogy ez a rendkívüli, tehetséges, világhírű templomépítő megérdemli, hogy minden évben emlékezzünk róla. Az alapítvány elnöke azt is elmondta, hogy reményeik szerint a mostani rendezvény már a 17. kerületi Mennybe Menetel ökumenikus templomban lesz megtartva, az épület pedig több szempontból is egyedülállónak számít majd. A következő évben szeretnénk majd természetesen a templomba. A felszentelt templomba már emlékezni. Ez már ugye a szeptember 27-én lesz a megemlékezés, és ha tavasszal átadjuk a templomot felszentelve, ahova várjuk miniszterelnök urat is, mert ugye hát úgy, mint ez az első, és talán sokáig majd nem is hiszem, hogy lesz-e még Budapesten Makovecz templom, úgyhogy a miénk lesz az egyedüli. A megemlékezésen dr. Füzesi Zoltán lelkész reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az épülő templom, ha megtelik élettel, a boldogság háza lehet. Ezt kívánom, hogy legyen a boldogság háza ez a templom. És ugye a boldogság szóhoz kapcsolódva, hogy a Zsoltár is egyébként így folytatódik, hogy jól megy sorod, hogyha féled az Urat, és nem csak szívedben vannak érzések, rejtett kapcsolat Istennel, hanem ha engedelmesen az ő utaiban jársz. Sarkadi Zsolt, a Rákos Csabai Református Egyházközség főgondnoka az építkezés folyamatába engedett betekintést a 2009-es alapkő letételétől, melyen még maga a tervező is jelen volt, egészen a napjainkban esedékes munkálatokig. Egy rózsaszál, ezt osztom én. Az esemény zárásaként Mészáros János Eleg, Simándi József, Szenes Iván és Vörös Marti Mihály díjas magánénekes 3 alkalomhoz illő dalt adott elő.